Ebben az iskolában a közel 400 tanuló közül csak néhánynak van ételallergiája, kevesen igényelnek nagyobb odafigyelést, másfajta étrendet, mint társaik, róluk azonban mindenképpen tud az intézmény. Nálunk már a beiratkozásnál lehetősége van a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek írásban, egy nyilatkozatban jelezni azt, hogyha a gyereknek valamilyen érzékenysége van, illetve valamilyen szempontból különös figyelmet érdemel. Az írásbeli vagy az iskola dokumentumai alapján a házi rend az, ami szabályozza ennek az eljárásrendjét, és meghatározza a jogszabályoknak megfelelően. A földi mogyoró az egyik leggyakoribb allergén. Ha valaki érzékeny, az egészen enyhétől az életveszélyesig is jelentkezhetnek a tünetek. Ha a mogyoró allergia gyanúja felmerül, mi hamarabb szakemberhez kell fordulni. A szülőnek arra kell figyelni, hogyha kifejezetten mogyoró fogyasztása után pár perccel jelentkeznek tünetek, olyan, mint a legenyhébb hasmenéstől, kellemetlen hasi fájdalomtól, bőrkiütésig, vagy akár száj körüli zsibbadásig, innentől kezdve egészen komoly, hirtelen előre romló bőrkiütésig, vagy akár ájulásérzésig, akkor ezt mind tudja produkálni a bármelyik másik allergén is, de nagyon gyakran mogyoró allergén. A háziorvos hozzátette, ha a földi mogyoró komponensére erősen allergiás a gyermek, és ez orvosilag is beigazolódik, akkor a gyermeket allergiás reakció esetén be kell oltani adrenalin injekcióval. Bizonyos esetekben azonnal mentőre van szükség. Ha csak lassan alakulnak ki a tünetek és enyhébb tünetek, akkor van arra lehetőség, hogy felkeresse a háziorvos, beutalót kérjen, és induljon el egy kivizsgáláson, de induljon el, hogyha azt látja a szülő, hogy gyorsan mennek előre a tünetek, és általános tünetek is megjelennek, hogy rosszul léte is van, fájdalma van, ájulás érzése van, szédül, akkor mentőt kell hívni. A háziorvos arra is felhívja a figyelmet, hogy már nagyon kis mennyiségben is képes provokálni a szervezetet egy-egy allergén. Ha csak nyomokban tartalmaz földi mogyorót egy étel, akkor is létrejöhet anafilaxiás sokkot okozó allergia. Az életmentő injekció beadása nem elegendő, mentőt kell hívni. A súlyos esetek ellátásában csak ez a gyógyszer lehet a segítség. Enyhébb esetekben egy antihisztamin beadása elég lehet. A kivizsgálás azonban mindenképpen szükséges.